1996 telén Pápán a budai Nagyantal utca 26 szám alatti ház összedőlt. Lakója, Kolompár Sándor a helyi önkormányzathoz fordult segítségért, ezt meg is kapta, majd a helyi városi televízió kiment hozzá interjút készíteni. A polgár úrhoz, a Jenőhöz. És aztán ennek az interjúnak a bakiai állandó vendégekké váltak a környező városok televízióinak szilveszteri műsorában. Végül aztán 2002-ben Összeomlás címmel valaki feltöltötte az internetre, és Polgár Jenő, mivel ugye akkor az eredeti nevét még nem ismerték, országos sztár lett Szalacsi oldalán. De ki is volt ez az ember? Mi történt végül a házzal? Hogy lett ebből az egészből egy olyan dolog, hogy ma már mindenki tudja, ki az a Polgár Jenő? Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Lead. Ma pedig az Unibet támogatásával a Netlegendák következő epizódjában Kolompár Sándor történetét próbáljuk meg felgöngyölíteni. A játékos időnek vége. Ahogy említettem, az eset még 1996-ban történt eredetileg. Nézzük meg alaposabban ezt a videót, hogy miről is van szó. Repedezett a mennyezet, aztán megtörtént a baleset, és aztán Sándorék pedig elmentek a pápai polgármesteri hivatal tanács, tehát a polgár Jenő hivatalba. A polgár hivatalba. A polgár Jenő hivatalba. A hivatalba. Hallatszik, ahogy a háttérből próbál neki valaki tévés szerkesztői tanácsokat adni, hogy na akkor most akkor mit is kell mondani, mert most hogy van ez a mondat rendesen, de hogy egyszerűen képtelen elmondani, mert ez a polgár-polgár összeegyezés, ez totálisan bekavar neki. Tehát a polgármesteri hivatalba a polgár Jenőhöz. Igen. Jó? A polgármester hivatalhoz a Jenőhöz. És amúgy ezek a bakik iszonyúan gyakoriak, amikor valaki olyan beszél kamerába, aki tapasztalatlan ebben az egészben, és hát ugye, hogy itt is történt, ezt kivágták az eredeti interjúból. Mi lehetett az oka, hogy összeomlott a ház? Ez kizárt dolog, mert nem tudom. A teljes riport, hogy hogyan dőlt össze a ház, meg hogy hogyan segített a polgármesteri hivatal, ez lement a pápai városi televízióban, még akkor télen, ezek a bakik pedig gyakorlatilag a vágóasztalon maradtak. A nézőknek fogalmuk sem volt, amikor a híradó bejátszást nézték, hogy itt van valami a dolog mögött, viszont sajnos ezt az eredeti bejátszást sehol nem lehet megtalálni, mert már a pápai városi tévé is törölte az archívumából, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi ment le ténylegesen a tévében. Viszont, ahogy mondtam, ezek a bakik a vágószoba asztalán maradtak, de hogyha jól megfigyeljük ezt a felvételt, akkor a bal felső sarkában itt van egy tévének a logója. Ez hogy került oda? Na most, ez úgy néz ki ilyenkor, hogy a vágók, amikor találnak valamilyen vicces jelenetet, akkor azt elteszik a humorosba, és megőrzik a legviccesebb ilyen bakikat, hogy majd valamikor felhasználják. Ez a valamikor pedig jellemzően a szilveszteri műsor. Így is történt, viszont nem a pápai tévénél, hanem a Szombathelyi Televízióhoz került el ennek a pápai interjúnak a kivágott vicces részlete, és ők adták le 1997-ben a szilveszteri műsorukban. A polgár Jenő hivatalban voltunk, hogy adjon nekünk tájékoztatást, hogy most mi lesz velünk, és a kis családom részére, mivel összedült a lakásunk, és nincs hova menjünk. Aztán persze nyilvánvalóan ez a helyiek számára olyan elképesztően vicces volt, hogy a következő években is folyton beszavazták, hogy minden szilveszterkor meg akarják nézni. Vágjátok, tehát régen nem az volt, hogyha volt egy vicces videó, akkor fölmész az internetre és megnézed, hanem szavazol a tévé szilveszteri műsorán, hogy megnézhesd évente egyszer. Mindegy, így történt, és Szombathelyen, Pápán, meg igazából az összes ilyen nyugat-magyarországi településnek, aminek volt helyi városi tévéje, rendszeresen leadták szilveszterkor, és a nyugat-magyarországiak valószínűleg már ezt jóval előbb ismerték, mint a többiek. Míg nem, valaki úgy döntött, hogy hát ezt az egész világgal, vagy hát a magyarul beszélőkkel meg kéne osztani, és feltöltötte az internetre Összeomlás címen. És hát most már nyilván ez a sokadik Netlegendák, szóval már nagyon sokszor beszéltem erről, hogy ugye ez régen úgy nézett ki, hogy
föltöltöd a videót egy tárhelyre, nem volt YouTube, és akkor onnan másoknak le kell tölteni a gépükre, és akkor lejátszani a gépen, és akkor kiírják esetleg egy CD-re, vagy egy floppy-ra, és akkor azt így adogatják egymás között, és megnézik. Lényeg a lényeg, Polgár Jenőből, mert mondom, nem tudták a rendes nevét, országos sztár lett. És aztán kellett még hozzá egy olyan 1-2 év, hogy ez a siker tényleg olyan hatalmas legyen, hogy már az országos tévé is beszéljen róluk. Bevallom, televíziósként nem kedvelem, ha mások kamera előtti ügyetlenkedéseit közkincsé teszik, de ez a két felvétel túlnőtt önmagán. Kultuszvideók lettek, a szereplők Szalacsi bácsi és Polgár Jenő pedig a magyar valóság igazi kedves hősei. Én király vagyok! Király vagyok, barátom! Akkor még Svábi András vezette a Naplót, Azurák Csaba pedig egy helyszíni riporter volt, aki ezt a riportot is készítette. Az ebből származó részletek ismerősek lehetnek, hogyha láttátok már a szalacsis videónkat, hiszen ahogy akkoriban nagyon sokan ők is összevonva kezelték ezt a két videót. Elmentek meglátogatni sotés diákokat, akik a kollégiumi szobájukban mesélnek arról, hogy hogyan nézik ezeket a kultusz videókat. Igen. Tehát akkor még a tévében így el kellett magyarázni, hogy mi az a mém, sőt, be kellett mutatni, hogy kik és hogyan és hol nézik ezeket a mémeket a természetes közegükben és élőhelyükön. De ezen kívül ellátogattak Kocsordra is, ahol Szalacsival ugyan nem, de Fogarasi Árpi bácsival tudtak egy interjút készíteni, ebből láttatok már részleteket is. Pápán viszont személyesen Kolompár Sándorral tudtak beszélgetni arról, milyen is a hírnév. Saját magamról, hogy milyen híres ember vagyok. Nem csak Magyarországon, hanem Dunántúl is. Látják, semmi sztárral lűr, az őszinteség fegyverével hódít Kolompár úr, azért a kamerák és fényképezőgépek előtti pózolást már tanulja. Fürdőszobában tükör előtt, ahogy kell. Ezt gyakorolta? Gyakoroltam. És elégedett ezzel a... Hogyne, még hogy még mennyire. Büszke vagyok rá. A fiatal lányok rengetegen buknak rám. Ez nem sok. Igen, bent voltam az újságban, és mert a Dávidnak elmondtam, hogy én a fiatal pipiket szeretem. Egészen bizarr látni ezt az ugrást, hogy ugyanaz az ember 1996-ban még a kötött pulcsiában próbálja elmagyarázni, hogy mit csinált a háza összedülése után, és aztán 2003-ban nyáron a félig kigombolt ingben és hátrafésült hajjal magyaráz arról, hogy milyen a hírnév és róla szóló kivágott újságcikkeket mutogat az országos tévében. És értitek, 2003-at írunk, tehát teljességgel elképzelhetetlen volt az, hogy valaki az internet segítségével híres legyen. A sztárcsinálás az kétféle embernek a kezében volt. Vagy a tévés szerkesztőkében, vagy pedig zenészek menedzserében. Az lehetett híres, abból lehetett sztár, akit egy ilyen tévés szerkesztő felfedez, és megmutatja az országos tévében, és aztán abból híres lesz, vagy mondjuk zenész, és akkor a zenész menedzsere felkapja őt, és akkor mutogatja mindenhol, és híres lesz. De hogy valaki, egy random hétköznapi ember, ad egy bakizós interjút, és aztán ez a bakizós interjú a tévé segítségével indulva, de igazából a tévétől függetlenül elterjed, híres lesz, cikkeznek róla, országos tévében kell mutatni azt, hogy a sotés srácok hogyan nézik a koliszobájukban a videójukat, ez egy hagyományos médiában dolgozó munkás számára felfoghatatlan volt. Aki a Polgár Jenő vagy Szalacsi Sándor féle jelenség megfejtésére vállalkozik, bizony nincs könnyű helyzetben. Ugyanis arra a kérdésre kellene választ adnia, hogy vajon miért érzi úgy több tízezer ember ebben az országban, hogy a két esetlenül nyilatkozó urat mindenképpen bálványként kell imádnia. A Kocsordi és pápai sztárkultusz eme sajátságos 21. századi verziója számomra kérdőjelekkel teli. Főleg azért, mert nem tudom eldönteni, hogy a kit családom és a jó munkás ember szavakat az örökké valóságnak kétségkívül átadó Jenő és Sándor valóban sztár-e, avagy csak áldozat, és azt hiszem, hogy ez az igazi kérdés. Ugye, tetszik érteni? És akkor én most ilyen 19 év távlatából megpróbálnék válaszolni Csaba kérdésére, hiszen azt hiszem, most már sokkal többet tudunk erről az egész jelenségről. Pontosan azért lesznek az ilyen Szalacsi, meg Kolompár Sándor féle emberek híresek, mert kicsit olyanok, mint az ilyen népmesei hősök. Tehát pontosan ugyanazon a népművészeti folyamaton keresztül lesznek ők is híresek. Mert
az internet segítségével valahogy újra az emberek kezébe került annak az eldöntése, hogy mit nézünk és mit hogyan nézünk, és ezek a figurák teljesen olyanok, mint az ilyen internetes ludasmatyik. Amikor még a tévé uralta a médiát, akkor volt szó nagyon sokszor erről a 15 perc hírnévről, viszont Szalacsi és Polgár Jenő ennél sokkal többet kaptak. És ennek az ígéretét hordozta magában akkor az internet, akkor még csak az ígéretét, hogy ebben a világban az internet segítségével, azzal, hogy ezt a média által uralt nyilvánosságot most már az emberek irányíthatják, bárki lehet híres. És valahogy volt egy kicsit ilyen aspirációs része is ennek a dolognak, hogy azért bálványozzák őket, és azért kezelik kultuszfiguraként az átlag emberek, mert így hihetnek abban, hogy majd egyszer majd ők is lehetnek ilyen híresek. Hogyha ők népszerűek lehetnek, és én híresnek kezelem őket, akkor lehet, hogy majd én is csinálok valami olyat, ami miatt én is ilyen híres leszek. És most nyilván nem akarom erről azt mondani, hogy ez helyes lenne, vagy hogy 100%-ig biztos vagyok abban, hogy ez így történt, csak azt mondom, hogy valószínűleg az emberek gondolkodásában ez is nagy súllyal jelen volt. És nyilván az is már egy komplexebb ilyen kommunikáció elméleti vagy médiakutatói kérdés lenne, hogy ez a 100%-os full nyilvánosság, amit az internet magával hozott, ez mondjuk hasznára volt-e az emberiségnek? Vagy hogyha mondjuk tényleg van egy ilyen népművészet csarnoka, akkor ennek a két videónak ténylegesen van-e helye az ott lévő dolgok között? Ez most nem kérdés, a lényeg, hogy ott vannak. Viszont, ahogy Csaba is mondta, ez a legenda státusz negatív következményeket is vonhat magával. Mert míg az emberek egyik fele tényleg jóindulatúan egy ilyen kedves humorral kezelte Kolompár Sándort, nyilván voltak azok a hiénák, akik pedig mások megalázásában lelik örömüket. Most következő vendégemről szintén mutatunk önöknek egy bejátszást, róla is annyit kell tudni, azok kedvéért mondom, akik hát nem ismerik, hogy ő is szintén az interneten vált híressé, szintén idézik a szavajárását, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy egész ország ismeri néhány kivétellel, csak úgy, mint Matisz papát. Íme. Kihez tudtak segítségért fordulni? A Polgár úrhoz, a Jenőhöz. Polgár úr Jenőhöz. Igen, jól látjátok, a Balázs Show épp aktuális epizódjában Fekete Pákó, Matisz nagypapa és Polgár Jenő vannak terítéken, szokásos felhozatal. Gyakorlatilag ugye a műsor másról sem szól, mint hogy Balázsék élő adásban a tévénézők, meg nyilván a jelenlévő közönség szeme láttára aláznak meg valakit emberi méltóságában, ők pedig ezt vagy azért vállalják be, mert nincs elég sütnivalójuk, hogy felfogják, hogy mi történik körülöttük, vagy pedig annyira szükségük van az adásból kapott pénzre, hogy ez még belefér nekik. Balázs pedig nyilván maximalizálja a dolgokat a lehető legkevesebb pénzért, a legnagyobb megalázás. És nyilván ez nem újdonság, nem én vagyok az első ember, aki erről beszélhet, teljesen nyilvánvaló, hogy Balázs mire építette az egész karrierjét, és hát akinek kicsit is van lelkiismerete, az látja, hogy az egész Balázs Show az többnyire inkább szomorú, mint vicces, de nem tudtam nem megemlíteni ezt a dolgot, tekintve, hogy ezt a videót is amúgy épp Balázsék régi irodájában írtam, de erről majd még máskor beszélünk. Szóval, Balázs meg akarta hívni Kolompár Sándort a műsorába, de ő nem fogadta el a meghívást, vagyis hát pontosabban olyan összeget kért a fellépésért, amit az RTL nem volt hajlandó kifizetni. Megpróbáltuk behívni a stúdióba, hetekig azon dolgoztunk, hogy fogadja el a meghívásunkat, jöjjön be, és tudjunk vele beszélni itt a stúdióban. Azt mondta, hogy ő kereken 1 millió forintot kér, és ha ezt megkapja előre, hangsúlyozottan előre, csak és kizárólag akkor jön be a stúdióba. Természetesen ekkora összeg nem állt a rendelkezésünkre, nem tudtuk kifizetni, viszont arra gondoltunk, hogy telefonon megpróbáljuk felhívni igazi nevén Kolompár Sándort, hát ha úgy hajlandó velünk mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül beszélni. Ha minden igaz, akkor rögtön itt is lesz a vonalban. Igen? Üdvözlöm, Sebestyén Balázs vagyok, a Balázsom, és Kolompár Sándorral szeretnék beszélni. Kicsoda? Sebestyén Balázs vagyok, a Balázsom műsorvezető, és Kolompár Sándorral szeretnék beszélni. Személyesen én vagyok. Üdvözlöm. Mi voltunk azok, akik megpróbáltuk önt behívni a műsorba, és hát ugye a mellékelt ábra is azt mutatja, hogy nem fogadta el a meghívásunkat, csak komoly anyagi ellenszolgáltatás. Igen? Jól mondom eddig, ugye? Mekkora összeget kért pontosan? 1 millió forintot, ugye? Tessék? 1 millió forintot kért pontosan? Jól említem az összeget? Nagyon jól mondja. Miért kért ennyit?
Nézze, én nem egy olyan egyszerű ember vagyok, mint például az utcán csavargók, vagy kocsmákban részeges, én egy úri ember vagyok. Szóval nem jön el személyesen szerepelni a tévéstúdióba, úgyhogy ezért felzaklatják telefonon. No most elnézést kérek, pontosabban már az előbb, mikor kicsöngött a telefonom, aludtam. Uh-huh. Most kicsoda maga? És akkor azt mindenki elhiszi, hogy ez egy ilyen random, véletlenszerű dolog volt, és nem is tudta, hogy épp ki fogja hívni, meg hogy lemegy adásba. Teljesen nyilvánvalóan ez is egy megjátszott dolog volt. Szinte biztos vagyok benne, vagy hát remélem, hogy ezért a telefonhívásért is kapott valamennyi pénzt, mint megjelenés, csak mondjuk egy kisebb összeget. Tehát az azért remélem egyértelmű, hogy egy ilyen tévéadásba, egy ilyen telefonbeszélgetést nem raknak be úgy, hogy hirtelen akkor hívják, és akkor reménykednek, hogy épp fel tudja venni, és nem mondjuk WC-n ül vagy valami. Szóval a Polgár Jenő egy ilyen véletlenszerű, megszervezetlen telefonos beszélgetésben vesz részt a Balázs Show-ban, ahol így kifogatják mindenféle dologról, és Balázs még arra is ráveszi, hogy énekelje el a kedvenc dalát, ami valami Jingle Bells átirat egy kerti törpéről, és ő ezt nagyon szívesen el is énekli élő adásban, nyilván káromkodásokkal teletűzdelve. Igen, haha, kimondta a K-betűs szót a tévében, meg a B-betűset is, haha, milyen vicces, hát micsoda polgárpukkasztás megy itt a televízióban. Hát az senkinek sem újdonság, hogy Balázs így kezeli a vendégeit a tévében, és bunkó tirpák módon beszélget mindenkivel, és aztán röhög a kis táblájában, meg kifiguráz mindenkit és megaláz, és aztán hosszú évekkel később egy órán át magyarázza a Partizánban, hogy de hát nem is ő tehet erről az egészről, hanem csak annyi történt, hogy hát nem volt rajta annyi kontroll, amikor még fiatal pályakezdő volt. Oké. Okay. Na de Kolompár Sándor a téma, a lényeg, hogy vele mi történt. Ő innentől kezdve amúgy nagyon élte a sztárságot, baromira élvezte ezt az egész hírnevet. 2007-ben is felkeresték őt, amikor nagyon szívesen interjút adott és körbe mutogatta az új házát, amit ugye az összedőlés után építetett, meg megmutogatta az akancsokat. És ez az új ház, ez jó? Hát mit, ha nézzük meg! Menjünk be! Jöjjenek! Ez a felőtérem! Itt pedig a fürdőszoba! Rumba Jóli! De nyisd el! Hát félem szállva kulcsot! Nyisd el a kulcs! Na itt a izé! Ezek az agancsok? Az agancsok, ezek már régiek, nagyon régiek! Maga lőtte őket, nem? Itt nem lőtem! Állj meg a spajt, a konyha! Tessék csak! Itt van a szoba, menjen be! Kicsit se tudtam. Sőt, de már megérted ezt a Jézus. Nincs így, hogy most jól kapcsolva. Itt megérkezett a Jézus kegyet. Itt meg van a kis bajunk. Ők ott gyerekek, unokák? Igen, a családom. A kis családom. Na jó, de mi van ma? Mi történt már ezzel az egésszel? Említettem, hogy utána fogunk járni, hogy mi történt a házzal. Az összedőlt ház helyén, hogyha ezt a címet beírjuk ma a Google Street View-ba, akkor egy gumiszerelő műhelyt látunk. Gyakorlatilag annyi történt, hogy az összedőlt házat újjáépíteni nem lehetett abból a pénzből, amit a tanács adott volna, úgyhogy inkább eladták telekként ennek a gumiszerelősnek, és abból a pénzből, meg a segélyből meg tudták venni ezt az új házat, amit az előbbi bejátszásban is láttunk. Hogy mi lett Polgár Jenővel, vagy ki volt az a Polgár Jenő egyáltalán, erre is nagyon egyszerű a válasz. Polgár Jenő nem volt polgármester soha, de az önkormányzaton dolgozott, mert ő felelt a szociális segélyekért. Polgár Jenő nagyon sok évig szolgálta még pápa lakosságát, és néhány évvel ezelőtt nyugdíjba ment, azóta nem tudunk róla semmit, és nem is akarjuk zaklatni semmivel. És mi lett Kolompár Sándorral? Róla olyan sok biztosat nem tudunk. Az egyre későbbi felvételekből látszik, hogy egyre nehezebben jár, tudjuk róla, hogy sokat betegeskedett és műteni kellett a lábát. Vannak olyan híresztelések, ami szerint már nem él, ezt viszont nem sikerült megerősítenünk, hiába kerestük a rokonait a környéken. Aztán van még egy csomó pletyka róla, amit találtam az interneten, viszont ezekről nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy pletykák, és nem sikerült megerősítenem semmilyen forrásban. Az egyik ilyen pletyka, amit amúgy Sebestyén Balázs említett a rádió műsorukban, hogy eleve azért dőlt össze a ház, mert lefűrészelte a mester gerendát, hogy azzal tudjon fűteni. Na most, ez megint egy elég rosszindulatú pletyka Sándorról, nincsen alapja, jelenleg az egyetlen forrása ennek egy professzionális, megalázó embernek a sztoria,
Nyilván nem lenne példa nélküli eset, hogy így történt, de nincs megerősítve, hogyha ilyet hallotok. Aztán megint egy másik híresztelés az, hogy azt a házat ők eleve úgy szerezték meg, hogy valami öreg asszonytól kicsalták rosszindulatúan, és neki nincs hol laknia. Erről ennek az asszonynak, a lányának a férje kommentelt valamelyik polgárjelenős videóra, őt is próbáltam felkeresni, ezt a sztorit sem sikerült megerősíteni, szóval megint csak egy olyan pletyka, amit hallhattok a sztoriról, viszont nem tudom megerősíteni. És ez is egy ilyen tök tipikus jelenség, hogyha van valaki, aki híres lesz, akinek gyűjtést szerveznek, akit mondjuk megsanyálnak az emberek, akkor mindjárt felbukkannak az irigyek, akik le akarják rángatni ezt a képet, hogy de nem is olyan jó ember, mint gondoljátok, és rengeteg túlpisság van az egész mögött. És igen, lehet, hogy van. Viszont erről már a múltkori Szalacsis videónak a végén is próbáltam egy kicsit gondolkodni, vagy elgondolkodtatni, hogy miért? Miért nevetünk ezen az embereken? Miért kezelünk hírességként ilyen rossz helyzetben élő embereket, és utána bombázzuk őket pozitív üzenetekkel, meg ilyen rosszindulatú pletykákkal. A Szalacsis videónk alatti kommentek közé érkezett egy nagyon jól megfogalmazott megoldás, ami egy kicsit másik aspektusát is bemutatja ennek a sztorinak, mint amiről akkor beszéltem. Úgyhogy szeretném most ezt idehozni, mert nem tudnám én se jobban megfogalmazni, és utólag is nagyon köszönjük, Antal, hogy ezt oda kommentelted. Azok az egyének és kultúrák, ahol nem igazán van mire büszkének lenni, szeretik abból nyerni az identitásukat, hogy legalább többek ennél vagy annál. A Szalacsi féle, nézzük a hülyéket, hogy ettől jól érezzük magunkat, semmiben nem más szerintem, mint a Győzike vagy a Mónika show. Illetve annyira, hogy az utóbbiakat az alanyok is szerették nézni, hogy lássátok, vihessük mi még valamire. A többieknek meg megnyugvás. Igaz, hogy egy élettől megfásult 77. senki vagyok, aki 10 éve minden nap gyűlöl bemenni a munkahelyére, de hát váltani nincs merszem. De nézd, vannak nálam sokkal szánalmasabbak. Na, megnyugodtam. És igen, van benne egy kicsit ilyen. És szó se róla, azok alapján, amiket olvastam, szerintem Kolompár Sándorról az emberek többsége kedvesen gondol és jó indulattal gondol. Van egy ilyen kis cinkos összekacsintás, hogy igen, tudom, ha én kerülnék ilyen helyzetbe, én is bakiznék így össze-vissza. És pont ezért lepett meg, hogy milyen sok gonosz, rossz indulatú pletyka kering róla, amik igen, lehetnek igazak is, ezt nem tudhatom, de hihetetlen, hogyan gyűltek az irigyek Kolompár Sándor köré, és nagyon örülök amúgy, hogy a vele készült interjúk és videók tanúsága szerint ő talán inkább pozitívabban élte meg ezt az egészet, és nem figyelt oda nagyon ezekre a gyűlölködő kommentekre. Bárhol is van most, remélem jól megy a dolga. Kolompár Sándor is azon emberek sorát gyarapítja, akik az internet népművészetének köszönhetően valamilyen emberi esendő kis hibájukból lettek híresek. És rengeteg ember szeretetét vívták ki, nem azért, mert jobbnak gondolták volna magukat nála, hanem pont azért, mert mindenki tudta, hogy ő sem tudna jobban teljesíteni abban a helyzetben. És azért is remélem, hogy most boldogan tekint erre az egészre, mert amúgy hihetetlenül jól vette ezt az egész akadályt. Úgyhogy előtte példa nélküli volt ez az internetes sztárság, nem volt kinek a példájából kiindulni, ő egyből úgy vette le, hogy nem kezdett el küzdeni, nem kezdett viaskodni, vádaskodni, hanem megpróbálta meglátni benne a pozitívat és a lehető legjobban kijönni belőle. És tudod mit? Sikerült. Itt vagyunk, 20 évvel azután, hogy fölkerült ez a videó az internetre, 25-tel azután, hogy egy városi tévé kiment egy amúgy felejthető jelentéktelen kis riportot csinálni egy összedőlt házhoz, és még mindig beszélünk róla. Még mindig annyira ismeri mindenki, hogy amikor az intrót vágtam ehhez a sorozathoz, akkor mindjárt a második helyre oda kellett tennem, mert egyszerűen egyértelmű volt, hogy nem lehet vele nem foglalkozni. És ez az, ami igazán netlegendává tesz valakit. Ti mikor találkoztatok először a polgárjelenőmmel? Van esetleg valami személyes sztoritok róla? Vagy van esetleg valami más magyar mémfigura, akit személyesen ismertek? Írjátok meg nekünk kommentben, vagy beszélgessünk róla a Discord szerverünkön, ez linket találtok a leírásban. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. Várunk legközelebb is! A csatorna támogatója az Unibet.